Hamarosan népszavazást írhat ki az Oroszországhoz való csatlakozásról az orosz irányítás alatt álló Zaporizsia, miután a dél-ukrajnai település oroszok által delegált vezetője aláírta az erről szóló rendeletet. Oroszország ENSZ képviselete útján közölte, hogy kész beengedni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség munkatársait a Zaporizsiai Atomerőműbe. Az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajna szombaton ágyúzta Európa legnagyobb atomerőművét. Ukrajna szerint ugyanakkor az orosz erők akarnak áramszünetet előidézni Dél-Ukrajnában a komplexum ágyúzásával. A Kreml hétfőn azt közölte, hogy jelenleg nem aktuális az orosz és az ukrán elnök találkozója. Krencke. Az ukrán tárgyalócsoport, ahogy mondani szokás, eltűnt a radarról, ennek megfelelően jelenleg egyáltalán nem zajlanak tárgyalások. A különleges katonai művelet addig tart, amíg el nem éri az összes kitűzött célt. Ami a csúcs találkozót illeti Putyin és Zelenszky elnökök között, ez csak akkor lesz lehetséges, ha a tárgyaló felek elvégzik a házi feladatokat, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. A gyövőt, 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 gyövőt. Ukrajna megkapta az első három német Gepard légvédelmi rendszert, amiket fontos infrastrukturális létesítmények így a déli katonai parancsnokság védelmére fog használni. Közben megnyitott az Odesszai régió harmadik kikötője is, bár a helyi hatóságok szerint az orosz erők rakétát lőttek ki egy tenger alatt járóról Odessa irányába, amit az ukrán légvédelem megsemmisített. Az ukrán fegyveres erők, mindenek előtt hazánk haditengerészete elvégezte a szükséges feladatokat, így kikötőink készen állnak a szélsőséges körülmények közötti működésre. Ukrajna eddig minden feladatát és kötelezettségét teljesítette, az útvonal működik. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a ma megnyitott Plivdönnyi lett a harmadik odessza kikötői közül. Már is érkeznek hozzánk a visszajelzések, és reméljük, hogy tovább folynak a tárgyalások is, amelyekről az érintettek a megfelelő időben tájékoztatnak bennünket. A cél, hogy más hajók is beléphessenek kikötőinkbe, és elszállítsák a tavalyi betakarításból származó ukrán agrártermékeket, mondta a régió katonai szóvivője. Az Ukrajna és Oroszország között Törökország és az ENSZ közvetítésével létrejött Gabona szerződés értelmében 12 engedélye rendelkező hajó közül 10 elindult az ukrán kikötőkből, kettő pedig Ukrajna felé tart.